műsort támogatja az Alakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendem Magic Spa és Wellness Hotel. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu. Jó napot, jó lakást! Ez az új Szogelnyi a lakásvásárra. Köszöntöm Önöket a hatos csatornán. Ezúttal három témáról beszélgetünk. Azt gondolom, hogy nem árt tisztázni, mi a széljegy. Valamint az se baj, hogyha tudjuk azt, hogy megyénként hogyan alakulnak a lakásárak Magyarországon. Egy tavalyi felmérést tettek most közzé. A harmadik pedig egy szintén érdekes, színes téma lesz. Kik vásárolnak külföldiek Magyarországon lakást, kik a legnagyobb vásárlók és hol. Na, ezekről beszélgetünk Bal Ákossal, a Balla Ingatlan Irodák tulajdonosával, és dr. Kovács Ákossal, a Barkasi Grünfeld ügyvédiroda ügyvédjével. Szervusztok! Kezdjük a széljeggyel, annál is inkább, mert azt gondolom, hogy ez sokat érint mindenkit, aki egyáltalán lakást ad-vesz, és nem biztos, hogy mindenki tudja. Hát kezdjük ott, hogy sokan széljegyzetnek hívják, ami sokkal érthetőbb, mert ennek van értelme, azt mondják sokan, de a széljegy egy külön kategória. Mi az a kategória, Ákos? Igen, hát ugye a széljegyről azért érdemes beszélni, mert ugyan a jogszabályok elég szűkszavúan szólnak róla, tehát itt gondolok ugye az ingatlan jelentartásról szóló törvényről, annak a végrehajtási rendeletéről, most nem említve egyébként ugye az iratkezelési szabályzatát a földhivatalnak, ami azért elég részletesen foglalkozik vele, de a törvény és a rendelet az csak szűkszavúan említi. Az elsődleges jelentőségével foglalkozik kizárólag, de a bírói gyakorlatban azért kikristályosodott azt, hogy a gyakorlati jelentőségén túl azért elég sok más aspektusa van a széljegynek, amit érdemes végigvenni. Mi a széljegy? A széljegy az gyakorlatilag egy technikai adat, ha úgy vesszük, egy olyan mozzanat az ingatlan nyilvántartási eljárásnak, ami nem eredményez érdemi aktust. Ez alatt azt értem, hogy gyakorlatilag ez nem egy bejegyzett jog, ez pusztán, mikor beérkezik egy beadvány a földhivatalhoz, teljesen mindegy, hogy ez egyébként egy jogbejegyzés vagy tényfeljegyzésére irányuló kérelem, ez kap egy iktatási számot. Na most az iktatási szám, az nem ugyanaz egyébként, mint a széljegy, itt az első fontos különbségtétel, az iktatási számnak a tulajdoni lapra, illetve a kérelemre való felvezetése a széljegy. Tehát ez a lényeg, a tulajdoni lapon jelenik meg a széljegy, ehhez kapcsolódó és intézmény. a beadványra, amit ugye beadtak a földhivatalhoz, arra is ez fölkerül. Így, mi szerepel a széljegyen? Mik szerepelhet? Ez egy nagyon jó kérdés. A jogszabály egyébként ezt speciál tisztázza, de ezen túl aztán nem is foglalkozik részletesebben a dologgal. Na, mik vannak rajta? A lényeg az, hogy fel kell tüntetni ugye azt, hogy ki a jogosultja a széljegynek, tehát hogy a széljegy alapján majdnem bejegyzett jognak ki lesz a jogosultja, illetve azt, hogy a jog mi az ügylet mögött mi áll, tehát hogy tulajdonjogbejegyzés, mi a tárgya a jogbejegyzésnek vagy tényfeljegyzésnek, plusz ugye kell az érintettnek a lakcímét tartalmaznia, de egyebet nem kell. Plusz hát van egy száma, ami ugye a legfontosabb ugye az iktatási szám, mert az iktatási számot azt minden esetben tartalmaznia kell. Azért tettem kapásból különbséget az iktatás és a széljegy között, mert korábban ez ketté vált, tehát időbelileg ketté vált a két fogalom. Ma már ez nem így van egyébként, mert 2006 óta, amióta ez a vonalkódos rendszer van a földhivatalnál, gyakorlatilag az azonnali, ez jelenti az azonnali iktatást, azonnal a széljegyre is kerül az iktatási szám, de korábban ugye ez nem így volt. Tehát elképzelhető volt az, hogy iktatnak valamit, majd elmarad a széljegyzése. Milyen jogkövetkezménye van a széljegynek? Hát a széljegynek ugye elsősorban az a jogkövetkezménye, hogy tanúsítja azt, hogy megindították az ingatlan nyilvántartási eljárást, tehát hogy arra az ingatlanra vonatkozólag, ahol ugye találunk széljegyet, arra, és a jogosult ugye fel van tüntetve,
ingatlan nyilvántartási eljárást indítottak. Ez nem jelenti azt, tehát ez ugye nem egy bejegyzett joga, ahogy említettem, tehát nem jogkövetkezménye az, hogy garantáltan be is fogják jegyezni a tulajdonjogát annak, aki ezt kéri, hanem ez gyakorlatilag egy tulajdoni várományt jelent. Tehát, hogy amennyiben az eljárásnak az a vége, hogy a kérelemnek helyt adnak és bejegyzik a tulajdonjogát, akkor ugye ez a váromány realizálódik. Hozzá lehet-e nyúlni a széljegyhez? Töröltethetek-e széljegyet? Erre a válaszra a kérdés az előzőből következik, tehát, hogy miután nem bejegyzett jogról van szó, ezért nem illetik meg azok a jogok az ügyfeleket, mert ugye ez egy közigazgatási hatósági eljárás, ami egyébként a bejegyzett jogok esetén megilletnék, tehát jogorvoslatra nincs lehetőség. Ez alatt azt kell érteni, hogy sem az ingatlan nyilvántartási eljárásban nem lehet fellebbezni, illetve bírósági úton sem érhető el a jogorvoslat. Tehát gyakorlatilag a széljegy törlése iránt nem lehet keresetet indítani. Világos, ha valaki nem jegyezteti be a széljegyre az ingatlan kapcsolatos információkat, ennek milyen következményei lehetnek? Ugye ez csak akkor fordulhat elő, hogyha elmulasztja a földhivatal, mert ezt így külön igazából nem a kérelmezőn áll vagy bukik, hogy feljegyzésre kerül-e a széljegy. Ez ugye kötelessége a földhivatalnak, de korábban, és egyébként mondok csak két példát ezzel kapcsolatban, hogy ennek miért van óriási jelentősége. Két történet, ami nem a Dagoba rendszerben valahol egy távoli galaxisban történt meg, hanem itt Budapesten. Például az, hogy eladja valaki az ingatlanát. Beadják a kérelmet az ingatlan nyilvántartásba, majd valamilyen oknál fogva elfelejtik a széljegyet felvinni a kérelemre. Tehát iktatási száma van, csak a széljegyzés nem jelenik meg az ingatlan nyilvántartásban, majd ezt kihasználva eladják még egyszer az ingatlant, és ugye az, aki megveszi, annak ugye később ugye nem fogják bejegyezni a tulajdonjogát, mert a széljegy elmaradása önmagában is, itt érünk a jogkövetkezményre, nem érinti a rangsort, tehát az elintézési sorrendet nem érinti. Ez egyébként szintén a kúria a joggyakorlatából kristályosodott ki, tehát gyakorlatilag el fogják intézni az első adásvételt is, vagy tulajdonjogbejegyzést, de erről nem fog tudni az, aki megvette másodiknak az ingatlant, mert a széljegyen nem szerepel, de az iktatási számon bevitték, tehát gyakorlatilag a sorrendben előbb kell, hogy elintézzék. Na most ilyenkor mi történik? Most ilyenkor történik az, hogy hiába hivatkozik arra a vevő, ugye meg kell különböztetni attól az esettől, amikor iktatási száma sincs, de mondjuk most iktatási száma van, csak nem kerül széljegyre. Hiába hivatkozik arra a második vevő, hogy ő nem látta a széljegyen, és hát, hogy egyébként, mert egyébként előfordulhat az is, hogy mondjuk nem az előző adásvétel van széljegyen, hanem mondjuk például egy zárlat, hogy ő nem látta a zárlatot, vagy nem látta azt, hogy ezt korábban már eladták, nem hivatkozhat erre, mert ugye az előzőt azt mindenképpen el kell intéznie, viszont ugye neki kára keletkezik ebből, ezért aztán a földhivatalnak ilyen esetben meg szokták állapítani a kártérítési felelősségét, ugye közigazgatási jogkörben okozott kárja. Ez mennyiben van a földhivatalnak egyébként? Ákos, hát ez teljesen relatív, ez attól függ, hogy a kára, aminek az összegszerűségét ugye a peres eljárásban ugye bizonyítania kellene a második... Mondjuk egy 20 milliós lakásnál. Hát ugye attól függ, hogy a vételárból mennyit sikerült neki mondjuk például visszaszerezni az első, illetve az eladótól. Mondjuk a foglalót tett le, ugye 10%-ot, az mondjuk 2 millió forint. Jó, de ugye az a helyzet, hogy általában, amikor már ugye arról van szó, hogy a második kérelemnek a bejegyzésénél tartunk, vagy esetleg már a széljegyre került, akkor az azt jelenti, hogy már az ügyvéd beadta a földhivatalba a kérelmet. Addig általában ki szokták fizetni a foglalón túli összegeket is, vagy azok egy részét legalábbis. Ja, most jó, és a bejegyzési engedélyre várnak még. De természetesen ezt a... Ugyanis nem csak az a kára, amennyit fizetett, hanem mondjuk közben elesik egy másik adásvételtől, ahol mondjuk jutányosan tudott volna hozzájutni egy másik ingatlanhoz,
Ezeket mind bizonyítani kell tudni. Tehát sok jó, minden... de hát erre azért nem lehet bazírozni, mert a földhivatal azért úgy mostanában már elég, elég jól dolgozik. Ez tehát technikailag nem fordult elő, tehát ezt azért kezdtem azzal, hogy 2006 előtt... Tehát erre ne játszunk, hogy kapunk a földhivatalt, meg egy kis apanát. Jó, Ákos, te hogy a gyakorlatodban hogy látod a széljegy, ugye meglehetősen fontos, nem a közvetítőn múlik, hiszen ugye ezt be kell adni az ügyvédnek. Milyen anomáliákat tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Az ingatlan közvetítői gyakorlatban a széljegy egyfajta probléma forrásként kerül elő, és nem is feltétlenül jókor vagy jó időben, tekintettel arra, hogy az ügyfelek nagyon nagy része nem azzal kezdi az ingatlan értékesítését, hogy kikéri a tulajdonapot, és meggyőződik rajta, hogy ezzel minden rendben van. Pedig ez kellene. És egyébként ugye örülök annak, hogy most egyébként ugye ingyenes lesz évente nem is egy, hanem kettő tulajdonlap lekérés, ha mindenek az ugye az ügyfél kapunk keresztül, tehát ugye az elektronikus rendszerből ez hozzá lehet jutni. Ez nagyban segíti azt a fajta transzparenciát, hogy az ügyfélnek el tudja mondani a közvetítő, hogy még pénzbe sem kerül, szálljuk rá ezt az időt, kérje le a tulajdoni lapot. Ugye ez a nulladik pont, rögtön látjuk, hogy van-e valami múltbeli, vagy valami olyan félre sikerült jogi dolog, ami rajta van a tulajdoni lapon. Ha rajta van, nincsen probléma, mert akkor legalább tudunk róla, ügyvédtől lehet tájékozódni, fel lehet mérni ennek az idejét, a problémakörét, a valószínűségét. A probléma akkor van, amikor ez akkor kerül el, amikor már ott van a vevő, hozná a pénzt, és egyfajta bizalmatlanság alakul ki hirtelennyében, de ez akkor is elő szokott fordulni, hogyha mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtti jelzálog kölcsön nem töröltettek róla, tehát ez ugye egyrészt a széljegyeket, másrészt a nem törölt terheket, vagy le nem vett haszonélvezeteket jelenti, tehát nagyon sok mindent el lehet kerülni azzal, hogyha megnézzünk egy tulajdoni lapot, és hogyha ezen nem csak azt találjuk rajta, hogy méretek, vagy a legfontosabb adatok, vagy az a jelzálog kölcsön, amiről ugye tudomásunk van, vagy a haszonélvezők neve, akkor gyorsan el kell menni ezzel foglalkozó ügyvédhez. Hiszen ezek mind megjelennek a széljegyen. Ezek mind megjegyennek a tulajdonlapon. Tehát, hogy a széljegyet találunk rajta, amiről nem volt tudomásunk, vagy nem vártunk, hogy az ott legyen, akkor ez ugye problémát jelent. De hát ugye jelent egy végrehajtás is például egy széljegyben, egy NAV végrehajtás. Ugye ilyenekkel egy vállalkozó nem ritka, hogy találkozik, hogy már az ingatlan tulajdonlapján megjelenik. Azt az ingatlan senki nem fogja tőle megvenni, hogyha sokszor komoly összegű NAV végrehajtási széljegyek vannak. Akkor ugye el kell menni ügyvédhez, be kell fizetni a NAV-nak, amit be kell fizetni, és ugye akkor lehet ezt egyáltalán tisztázni. És ugye itt szoktam mindig azt mondani, hogy megfelelő ügyvédhez kell menni, mert azért ugye az ingatlan jog egy külön terület ebből a szempontból. Úgy tűnik nagyon sokak számára, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, hát a földhivatali tulajdonlapot én is ki tudom kérni, én is tudom értelmezni, valójában ez nem így van. Az ügyvédeknek egy szűk köre tudja ezt precízen, gyorsan, határidőre, rutinnal megcsinálni. Volt-e már a praxisodban? Meg Ákos tőled is kérdem, jó, hogy két Ákosabb, nem tudom, kire nézek. Szóval amikor több olyan bejegyzés szerepelt a széljegyen, ami elbizonytalanított benneteket is, mint szakemberek. Kérem előtt tőled. Ezek rendszeresek, tehát inkább azt kell, hogy mondjam, hogy ezek rendszeresek. Sőt, ugye mondom, ezek például tipikusan az ilyenek, ezek a NAV-os és egyéb végrehajtási dolgok, amikor ugye annak ködös a vége, tehát nem lehet azt tudni. Az általában az eladó ilyenkor azt állítja, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ő ezt már befizette. Hát ha befizette volna, akkor bizonyára nem lenne rajta a széljegyen. Tehát ugye ezekre lehet ugye kérdezt feleleket folytatni, de valójában egy vevő így egy ilyen szituációban egy 10 milliós végrehajtási széljeggyel nem fog 1 millió forint foglalót sem adni, és ugye ez innentől kezdve ezt az ügyletet hátráltatja, elbizonytalanítja. Milyen gyors az átfutása egyébként a bejegyzéseknek? Hát ugye az a helyzet, hogy a közigazgatási eljárásban irányadó ügyintézési határidőkkel kell számolni, tehát ez 2-től 90 napig terjedhet. Ennyi idő alatt kell a földhivatalnak elintéznie. És mit történik, hogyha ekközben van egy adásvétel? Hát nem kerülhet ezért rá, ugye? A jelentősége a széljegynek, igen. Tehát hogyha ebben az időszakban mondjuk elmulasztják a széljegyzést, és ismételten eladja az eladó, ugye általában elmögött csalási szándék van. Jó visszajúság kizárva? Azt gondolom, hogy igen. Tehát ez egyértelműen csalás, gyanús dolog. Ilyenkor igazából a kár abból éri a jóhiszemű vevőt, hogy elmulasztotta a földhivatala a széljegyzést. De ugye ezt már mondtuk, hogy ez most gyakorlatban már nem nagyon fordul elő. Visszatérve a határidőkre, általában azért 22 nap, tehát ugye a 90 nap az egy speciális eset. Azért mondtam a 2 és a 90 napot, mert vannak olyan dolgok, amit hamar kell elintézni, ez ugye jogszabályban számtalan helyen mindenhez más határidő van rendelve. Például, hogyha 30-nál több ingatlant érint a bejegyzési kérelem,
akkor 3 hónap az ügyintézési határidő, tehát akkor ez a 90 nap. Egyébként az általános ügyintézés az 22 nap. Jó, még egy érdekes kérdés, hogy elővásárlási joga van-e a széljegyet beegyeztetőnek? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis ezzel ez elég sok jogvitára adott már okot, az elővásárlási jog ilyen esetekben. A kúria kimondta egyértelműen, hogy aki széljegyen szerepel tulajdonjog bejegyzési kérelemmel, azt értesíteni kell a vételi ajánlat megküldésével az eladónak, tehát nem megkerülhető a dolog. Természetesen az elővásárlási jogával csak akkor fog tudni élni, attól függően, hogy később valóban bejegyzik tehát hogyha észszerű időn belül, amennyi idő alatt elintéznék a korábbi adásvételt, amivel ugye az eladó eladja, ha az alatt az idő alatt elintézik az ő bejegyzési kérelmét is, akkor ettől függően ő élhet az elővásárlási jogával, de felhívni mindenképpen fel kell. Általában ez egyébként ugye az ingatlan nyilvántartásban, az osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál ugye kapásból kiderül, hogy vannak elővásárlásra jogosultak, de van elképzelhető olyan, hogy mondjuk a 4 tulajdonosból egynegyed arányban vannak, de az utolsó nál már szerepel egy széljegyen egy ötödik ember, akinek elővásárlási joga van, tehát őt fel kell hívni, igen. Világos. Ákos, mik a legnagyobb problémák a széljegyek kapcsolatban, a gyakorlatban? Előbb már említettél néhányat. Nem nagyon tudok ehhez ugye sok mindent hozzátenni, hiszen ez elég jó körbe lett járva ez a téma. Ugye hát itt a terhek, a felmerő, az ilyen hirtelen felbukkanó terhek, azt gondolom, hogy ugye ezek. Illetve ugye, amit az előbb az ügyvédő is mondott, hogyha valakinek eladták, hát ugye az már akkor nem egy adásvételre szánt ingatlan. Ugye ez előfordulhat, de ez valóban inkább egy csalás gyanúja, tehát ezeket érdemes tisztázni. Hát oké, riasztó. Ez egy felkiáltó jel, azt gondolom, hogy mindenféleképpen. Főleg, hogyha nem tájékoztatott róla minket ugye az eladó. Ez az a kis jegyzetünk a széljeggyel kapcsolatban. Javasoljuk mindenkinek, most nem a szakembereknek, hanem akik adnak-vesznek lakást, hogy mindenképpen vagy szakemberhez fordulják, vagy tanulják meg ezt a szakmát, és akkor próbálják meg a széljegyet, és úgy értelmezni, hogy kell. Jó, ígértünk még 2 érdekes témát a mai adásban. Az egyik, a lakásárakról készült egy térkép, egy nagyon érdekes összehasonlítás, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy milyen lakásárakat tapasztalunk az ország egyes megyében. Ezt most megmutatjuk önöknek ezt a táblázatot, tehát a térképet, és arra kérlek, Ákos, hogy elemezgessük egy picit. Ugye az teljesen nyilvánvaló, hogy Budapest a legdrágább. Itt átlagárakról beszélünk egyébként, 477 ezer forintos árat hoznak ki, Pest megyére 243 ezer egyébként, de maradjunk Budapestnél, ez 477. Ugye igazából nekem bajom van ezek az átlag árakkal, és azt ne is vegyék nagyon figyelembe, mert nem, hogy kerületenként más, de hát utcánként más, meg lakóházanként, meg épületenként más értékekkel találkozhatunk. Ez egész arra lesz jó egyébként, hogy nagyjából elhelyezzük az ország különböző megyéit, hogy milyen rangsort lehet fölállítani. Ugye Budapest nem lehet kérdés, és akkor mondok itt egy-két olyan megyét még, ami a magasabb kategóriába tartozik. Ez nyilvánvalóan a nyugati féltekén található, Győr-Sopron, Győr-Moson-Sopron megye 282 ezer forintos négyzetméter árral, vagy például Veszprém megye 262 ezer forinttal, és alatta rögtön Somogy megye 249 ezer forinttal, és Vas megye is 198, tehát 200 ezer forintos négyzetméter árral szerepel, és ami még figyelemre méltó, hogy ne hagyjuk is semmiképpen Hajdú-Bihar megyét a másik oldalról, ahol 250 ezer forintos négyzetméter árat regisztrálnak. Tehát gyakorlatilag Hajdú ott van valahol a nyugati féltekéhez közelítő árakban. Ez reálisnak tűnik, most a tetét néztük meg, aztán megyünk majd az alja felé is. Az átlagárak abban csalókák, hogy ugye nagyon fontos az, hogy itt milyen beépítésmód jellemző. Ugye Budapesten a nagyvárosias társasház jellegű beépítés a jellemző, van egy új építésű ingatlan kínálat, ugye ezek mindenféleképpen fölfelé húzzák az átlagárakat. Ha már megnéznénk azt, hogy mondjuk egy budapesti családi házas és társasházas övezet között mekkora különbség van, már ott is egy óriási szakadékot észlelnénk, de ezáltal, hogy a budapesti átlagárakat nagyon fölfelé a társasházi lakás jellegű ingatlanok húzzák. Ahogyan elindulunk ugye a vidék területére, akkor
azt látjuk, hogy a beépítés megváltozik, családi házas, ikerházas, tehát egy alacsonyabb beépíthetőség jön elő, és ezért is ugye valójában ugye a kivitelezési költség is teljesen más, a telekhánya teljesen más, tehát mindenféleképpen, ha csak egy új építésű ingatlannak a bekerülési költségét nézzük, vagy egy használt ingatlannak az árát, akkor már is egy lényegesen kisebb kategóriában találjuk magunkat. Egyébként ugye, ha egy ilyen megyét nézünk, akkor ugye azt is meg kell, hogy nézzük, hogy van-e mondjuk egy olyan megyeszékhely, egy olyan jó működő megyeszékhely. Ugye itt alapvetően ugye Debrecen, Kecskemét, Győr azok, ahol alapvetően ugye megint csak ismét visszaköszönnek a lakás jellegű ingatlanok, vagy azért ugye Somogyban például a nyaralók azért ott vannak ugye Siófok környékén, tehát ezeket ugye, vagy Veszprém környékén is ugye, hiszen ott a nyaraló szintig ugye Balatonfüred környékig ugye el lehet menni, tehát ezek ugye olyan egyedi jelenségek, ahol nagyon sokszor maga a beépítés módja, vagy ugye az adott gazdasági környezet határozza meg. Nagyon lényeges, hogy ugye Győr, Kecskemét, ugye Debrecen, itt ugye van munkahely, és ugye amikor az mindjárt gondolom, hogy felsorolod a leggyengébben teljesítőket is, hát ugye ott nem meglepő módon azokat fogjuk találni, ahol pedig nem nagyon van munkahely, alacsony bérszínvonal van, elvágyódnak, elköltöznek az emberek, és gyakorlatilag csak a méltányos szint környékén valahol egy alacsony árszínvonalon adják el az embereket. Mielőtt mondom legalacsonyabb árakat, azért itt egy megyét mindenképpen ki kell emelnem. Pontosan azért, amit te az előbb elmondtál, Tolnáról van szó, ugye Tolnában van Paks is, és Pakson azért óriási fejlődés várható a következő időszakban. Sőt, már mondják az ingatlanosok, hogy Pakson elkezdett dübörögni a piac. Ott most jelenleg 128 ezer forintos négyzetméter ár van, ami hát lássuk be, egyharmada körülbelül a Győrinek, vagy a Vas megyeinek, de a Debreceninél is jóval alacsonyabb. Én azt gondolom, itt fölfel fog menni majd pont a munkahelyteremtés miatt. Alapvetően igen, ezek ugye olyan lokális jelenségek, amik rövid távon befolyásolhatják a piacot, hogy mondok egy példát, Hévízen publikált arról egy adatot, hogy 40 körüli orosz állampolgárságú vásárolt ingatlan, és ez egy hévízi összpiacban, vagy akár még egy megyei szinten is megjelenik, mint egy befolyásoló vagy egy pozitív adat, de valójában 40 tranzakcióról beszélünk, ami hát nem egy óriási falat a piacból. Most... Tehát gyakorlatilag ugye itt a Paks környékén is, hogy arról beszélünk, hogy bizonyára akár több száz mérnök fog ide költözni, hogyha itt ugye lesz egy komoly beruházás, ők komoly méretű, vagy adottságú, jó adottságú ingatlanokat fognak vásárolni. Tehát ezek fölfelé dobják, de ezek egy-két év alatt lezajlódó beruházások lesznek, legalábbis az előkészületet, az ingatlan vásárlások, a mérnökök ide költöztetése, a következő években megint csak nem lesz, tehát Pakson nem lesz egy pezsgő ingatlanpiac, ott lesz egy-két év, onnantól kezdve, hogy a beruházás részletei napvilágot látnak, ameddig el kell helyezni az ott dolgozó embereket, és ott lesz vége ugye hirtelenjében ennek a fellendülésnek. Nézzük gyorsan akkor a legolcsóbbakat. Nógrád megy a legolcsóbb, 9 vagy legalacsonyabb áru, 95 ezer forintos négyzetméter árral, és nincs túl messze ettől egyébként Békés megye, ahol 117 ezer forint a négyzetméter ár, és hát itt van Borsodabai Zemplén 124 ezer forinttal. Aztán nem meglepetés igazából. Nem meglepetés, és alapvetően ezek a pár 10 ezer forintos különbségek, ezek hogy helyi pici jelenségekből is összeadódnak. Azt gondolom, hogy nagyjából érdemes 2 vagy 3 vagy 4 szint alkalmazni, mondjuk, hogyha meg akarnám rajzolni, vagy ki akarnám színezni az országot. Tehát vannak a jól teljesítők, megyeszékhelyek, jó működő gazdasággal rendelkezők, vagy olyan egyedi, mint a turisztbusz ugye a Balaton környéken, ami jól működővé tesz egy környéket. Van az erős középmezőny, és vannak a sajnos a nagyon leszakadók, ahol ugye nagyon rossz gazdasági körülmények vannak. Tehát nagyjából 2-3 kategóriát érdemes nézni, nem is valójában csak az abszolút árakat. Jó, és akkor ígértünk még egy izgalmas színes témát így a végére, külföldiek ingatlan vásárlása Magyarországon, illetve a lakásvásárlás alapvetően. 3163 ingatlant vásároltak külföldiek 2016-ban. Ennek a megoszlása úgy néz ki, hogy a legtöbb házat és lakást a kínaiak vásárolták, összesen 1213-at, és utána jönnek az oroszok 446-tal, majd az ukránok egyébként 231-el, igen nagy a különbség, és mondom a területieket is egyébként, mert ez is érdekes. Budapesten például a kínaiak a 6. kerületben és a 10. kerületben, meg a 7. vásároltak 100-as nagyságrend fölött, illetve Hévízen, amit te is említettél, ott az oroszok vásároltak meglehetősen sokat. Én azt gondolom, hogy egyébként Budapesten a 7., 6. és a 13. kerület
került a külföldiek érdeklődési körébe. Ehhez csak rövid megjegyzéseket hadd fűzek, és pár téveszmét hadd oszlassak szét. Ugye alapvetően ez az éves összes budapesti, vagy összes országos mennyiségnek kb. 2%-a, ez évről évre nagyjából ennyi szokott lenni. Budapesten ez koncentráltabban jelentkezik, tehát például, ha most megnéznénk az előbb említett Nógrád megyét, ott bizonyára sokkal kevesebb vásárlás történt, Hévíz ebből a szempontból pozitív, de inkább Budapesten és környékén történtek ezek a tranzakciók. Ezt a tavalyi évben, illetve az elmúlt időszakban nagyban húzta fölfelé, úgy gondolom, hogy a külföldiek letelepedési kötvény vásárlása, amiből a sajtóból nagyon sokat lehetett pozitívat, negatívat olvasni. Ugye ezek az emberek sokszor vásároltak itt ingatlan tulajdon, de reálisan nézők ezt nem valós lakhatási céllal, hanem egyfajta igazolás beszerzése céljából. Vagy akár befektetésnek, vagy a kettőt egyben kezelve. Vagy a kettőt egyben kezelve, de ez megint csak nem egy feltétlenül megismétlődő folyamat, vagy egy akárhányszor megismétlődő folyamat. Ugye a másik típusú vásárlás az az itt élő kínai például, vagy vietnámi kereskedő, aki életvitelszerűen lehet, hogy 10-20 éve itt él, alapvetően az állampolgársága nem magyar, de már-már magyar. Ugye itt ez azért fontos, mert itt azért ebben a számban nagyon sok itt élő külföldi van róluk. Ugye azt érdemes tudni, hogy az ügyfél, az eladó ügyfél megálmodja magának, hogy van egy ilyen picit extrább lakáson, picit túlárazott, de megálmodja hozzá a maga vevőjét, aki az ő fejében nagyon sok esetben külföldi, mert azt is megálmodja hozzá, hogy a külföldi túlárazott ingatlanokat keres és túlfizet érte. Hát ez ugye nem igaz, ugye a kínai vietnámi kereskedőkre például nem az jellemző, hogy ők nem tudnának kereskedni, hanem nagyon is jó érzékük van ahhoz, hogy egy piacon mit érdemes adni egy termékért, egy ingatlanért is. De találkoztak kínaival, ők lefelé nyomják, nagyon keményen tárgyalnak? Ügyesen alkudnak, de nem durván agresszívan, egészen egyszerűen az árában veszik az ingatlanokat. Nem is azt mondom, hogy csak az olcsót, tehát olcsóbbat, drágábbat, szebbeket és kifejezetten drágákat is keresnek, de nagyon fontos, hogy árában. Előnyük ugye mindenféleképpen az az ilyen típusú külföldi vevőknek, hogy ők nem várnak a hitelre, nem vesznek igénybe csokot, bár tavaly volt csokot igénybevevő kínai ügyfelünk egyébként, de az esetek többségében készpénzes vevőkről van szó, tehát az eladónak pozitív egy külföldivel tárgyalni, mert pár héten belül pénzéhez jut, de ne gondoljuk azt, hogy a kínai, vagy a vietnámi, vagy egy itt élő orosz, vagy ukrán, vagy amerikai, vagy akármilyen európai ügyfél buta. Nem, ők nagyon okosak nagyon sok esetben, nagyon felmérik a piacot, nagyon jó körben néznek, tanácsadókkal dolgoznak, hiszen már csak azért is, mert nyelvi nehézségeik vannak. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy majd velük jobb alkot csinálunk, mint egy belföldi magánszeméllyel. Sőt. Nagyon szépen köszönöm, Balákos, Kovács Ákos, hogy itt voltatok. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra. Támogatja az Alakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendem Magic Spa és Wellness Hotel. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu